Kovács Miklósné, a Györffy István Katolikus Általános Iskola igazgatója arról számolt be stábunknak, hogyan készültek az idei ballagásra, amelynek jól megszokott, hagyományos forgatókönyvét a koronavírus járvány teljesen átírta. A mai esemény nem a hagyományos értelemben vett ballagás, inkább csak egy ballagási búcsúztató a végzős diákjaink számára. Nem is ballagási ünnepségnek mondanám, hanem csak egy ballagási búcsúztatónak, hiszen jelen pillanatban még érvényben vannak azok a szabályok, amelyeket a rendkívüli helyzetben be kell tartanunk. Ezért úgy terveztük a Györffy István Katolikus Általános Iskolában a ballagást, hogy a 8-os gyerekeket behívjuk, hiszen erre már lehetőség van, és két szülőt tudunk hozzájuk fogadni. Az ünnepséget pedig itt a szabadtérben az udvaron fogjuk megtartani, illetve nem ünnepséget, hanem búcsút, hiszen az ünnepélyes kereteket azokat most mellőzzük. Ennek következtében nem hívtunk vendégeket sem, csupán a gyerekekhez tartozó két szülőt, nem lesz ünnepi műsor sem, és azokat a hagyományokat, amelyeket az évek során már kialakítottunk a ballagási ünnepségkor, sem most fogjuk megtartani, hanem ezt már korábban felvettük egy kis filmbe, és lesz egy kis film a gyerekeknek, egy online ballagásnak neveztük el, és ezt majd a holnapi napon az igazi ballagásnak az időpontjában nézhetik meg. Tehát itt tulajdonképpen azt szerettük volna, hogy azért méltóképpen el tudjanak a gyerekek búcsúzni az iskolától, és azokat a jutalmakat, díjakat, amelyeket ilyenkor, illetve a tanévzáró ünnepségen szoktunk hagyományosan átadni, de mivel hagyományos tanévzáró ünnepség sem lesz, ezért arra törekedtünk, hogy azokat a díjakat, jutalmakat itt a ballagási ünnepségen adhassuk át a gyerekeknek. Mint megtudtuk, a szülők és a szülői munkaközösség is érdeklődéssel kísérték figyelemmel a ballagás kivitelezését, és vettek részt annak megvalósításában. Folyamatosan kapcsolatban voltunk egymással, hiszen már hetek óta ostromoltak bennünket, hogy lesz ballagás, nem lesz ballagás, milyen formában lesz, és néhány héttel ezelőtt összeültem a szülői munkaközösséggel, és ott meghallgattam, hogy nekik mi a véleményük arról, előadtam ezt a lehetőséget, hogy két szülővel lehetőséget tudunk arra biztosítani, hogy a gyerekek bejöjjenek az iskolába, és a szabadtérben elbúcsúzzanak az iskolától. Nagy öröm volt a gyerekek számára is, és a szülők számára is ez a lehetőség, és én úgy gondolom, hogy szívesen is élnek vele. Ezt követően kezdetét vett a búcsú, amelyen jelen volt Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos, az iskola lelki vezetője, aki beszédében hasznos útravalókkal szolgált a ballagó diákok számára. Magyar Antónia végzős diák elmondta, hogy igazán különleges ünnepség volt az idei, amelyre mindig emlékezni fognak. Igazából az iskolából már egyszer be kellett jönnünk, és így kicsit ráhangolódtunk erre az eseményre, de a mai napon igazából ez most nekünk is nagyon különleges és érdekes a körülmények miatt, de hát mindenképpen, amíg itt voltunk iskolában, készültünk erre a napra, de most ez mégis más lesz, szóval nem bírtunk úgy teljes mértékben felkészülni. Nálunk holnap lesz egy családi vasora, ahol lesz majd ott a barátok is, és így egy kicsit így tudunk ünnepelni, ha már eredeti tervek szerint nem tudtunk. Magyarné Kelemen Ágnes szülő arról is szólt, hogy nagy volt az izgalom, hogy a megtartásra kerül a ballagás. Ők családi körben fogják majd ünnepelni, amit amiatt is várnak, hogy ismét láthatják a távolabbi településről érkező rokonokat, ismerősöket is. Természetesen nagy volt az izgalom, bízunk benne, hogy talán egy normál keretek között megtörtént ballagásra készülünk, de hát most ez így adódott. Ugye a családtagok is nagyon készültek, hogy ilyen módon elbúcsúzunk a gyerköztől, de még ennek is örülünk, hogy ez a rövid időszak is megadatott, ez a fél óra. Sogorom még kislányával együtt jár a fiunk egy osztályban, és így egy 50 fős ebéd lesz a holnapi nap folyamán. Már nagyon várjuk és nagyon készülünk, hogy ott végre együtt lesz a család. A tapasztalatok alapján a diákok nehezen szakadtak el az intézménytől, de készülnek a középiskola új impulzusaira, az általános iskolai emlékeket szívükbe zárták.